Széki Attilának, alias Curtisnek nem csak a lába, de a torka is aranyat ér. A futballista ugyanis egyre feljebb lépked a zenei ranglétrán. Nem csak a pályán, de a színpadon is kamatoztatja tehetségét. Majkával készített klipje után szombaton Európa egyik legismertebb nyári fesztiválján, a Szigeten lépett fel. Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy Curtis a Budapest csatára egy percig sem unatkozik. Meccsek és fellépések követik egymást nap mint nap. A focista rapper legutóbb a Sziget Fesztiválon lépett fel, ahova barátai, az NKS formáció tagjai hívták meg. A hirtelen jött siker, mint mondja, számára is meglepő, de természetesen annál nagyobb öröm. Azt mondhatom, hogy nagyon hamar sikeres lett ez a dolog, de örülök neki, hogy itt vagyok, és ez nagyon jó buli, szerintem nagyon jó hangulat van, és sok ember van, remélem, hogy sokan lesznek majd a sátorba, és aztán nyomjuk a bulit reggelig. Nagyba köszönhető ugye a barátaimnak, az NKS-nek, mert igazából ez az ő showjuk lesz, és akkor ők meghívtak engem, mint kedves barátjukat, és akkor egy pár számot előadok. Ez oda-vissza működik, szóval ők is szoktak jönni az én showimba, ugye Újpesten is voltak, és akkor most én eljöttem velük, aztán nyomunk egy jó bulit. Tulajdonképpen a rap hozott minket így össze, és ez tulajdonképpen jó is jött ki, mert egy nagyon kellemes barátot ismertünk meg a személyében, meg ugye a családjában is, ugye. És hát az meg egy külön öröm, hogy NB1-es Újpest focista, úgyhogy ez még pluszban ráadás amúgy nekünk. Attika a legjobb feltörekvő új generációs előadó. Azért próbáljuk beszippantani magunk közé, mert ő egy igazi C4-es bomba. A 15 éve létező NKS, azaz a nem közölt sáv tagjai elárulták, Curtis teljesen beleillik csapatukba. A zenei és baráti egymásra találásnak köszönhetően együtt alakítják a hazai rappet, ami azért is olyan különleges műfaj, mert minden országban mást jelent. Csak mindenhol más a rap. Itt Magyarországon inkább ennek a telepi, utcai dolgoknak van talaja. Más országban máshogy csinálnak repzenét. Itt szerintem a magyarok magyarul csinálnak repzenét, olyan problémákat írnak bele a szövegbe, vagy olyan örömöket, ami velünk történik meg. Én ezért szeretem általában például a Curtis szövegeit is, mert tök egyszerűek és tényleg a valóságot tükrözik, mi is próbálunk ugyanilyen szöveget írni. Curtisről a legutóbbi híreket Majkával készített klipje kapcsán hallhattuk. A közös munka mindenki örömére tovább folytatódik, hiszen az épp készülőben lévő C4 albumon a tervek szerint újfent együtt zenélnek majd. Most kezdtem el a stúdió munkálatokat, lesznek rajta ugye a srácok, az NKS, az mindenképpen lesznek rajta, a közreműködők, BLR barátom, akivel járom az országot fellépéseken, Karamell, Széles Iza, Majka is lesz rajta, szóval lesznek elég erős nevek, aztán szerintem jó lemez lesz nagyon. Újabb jó hír a Curtis rajongóknak, imádott rapperük fellép az Újpesti Városnapokon is, augusztus 27-én szombaton este a Szent István téren. Így tehát már arra is készül, és elmondása szerint élete egyik legfontosabb fellépése lesz. Első élőzenés koncertem lesz, ilyen még soha nem volt nekem, most gőzerővel mennek a próbák, aztán nyomjuk a srácok, a Groovy zenekar fog nekem zenélni, és akkor BLR-rel nyomjuk. Ott is ugye ott lesz az NKS, Majka, ha minden igaz, a Iza is el tud jönni, Széles Iza, és akkor hát szerintem nagyon nagy buli lesz. Ilyen, szerintem amióta én nyomom, számomra ez lesz a legnagyobb buli, az ilyen vízválasztó lesz nekem. A srácok miután kellőképpen felkészültek a koncertre, birtokba vették a Szigeti Medúza színpadot. A rapperektől dübörgő sátorban természetesen az Újpest a negyedem című sláger is előkerült. A fellépés a várakozásoknak megfelelően sikerült, és bár Újpesttől igen távol lépett színpadra a rapper, a koncert alatt sem feledte városát. Ennek megvan a maga varázsa, a feelingje, nagyon jól éreztük magunkat, az NKS-sel is végig, láttátok, hogy nyomtuk. Sajnálom, hogy nem tudok tovább maradni, ugye holnap kupa meccsünk van, ami nekünk nagyon fontos, tovább kell jutnunk, így most megyek haza pihenni.
de nagyon jól éreztem magam, és remélem, hogy jövőre is jöhetek, és akkor jövőre is nyomunk egy hatalmas bulit majd itt nektek. Mindenhol Újpestet képviselem, nekem az a legfontosabb a város. Remélem, hogy még sok helyen és sokszor fogom tudni majd a jó hírét vinni a városunknak.